Távolbalátás, ez az eredeti jelentése a televízió kifejezésnek. 100 évvel ezelőtt az első televíziós műsor sugárzáskor valószínűleg azt még senki sem látta, hogy a televízió ennyire átformálja majd a világot, hogy később maga a televízió is megváltozzon. Ma van a televízió világnapja, nézzék az erre az alkalomra készített riportunkat. A marosvásárhelyi Calvin idős otthonba látogatunk. Az itt lakók egy csoportja épp a televíziót nézi. Kérdésünkre lelkesen elevenítik fel emlékeiket. Még bolhás volt a tévé, hogy alig lehetett látni. Itt abban az időben csak 2 óránként lehetett látni tévét, tévéadást, mert hívott be hozzá, hogy az áramsporlás miatt. Azt is elmondják, mit szeretnek és mit nem szeretnek nézni a televízióban. Amikor tudományos műsor van meg, én a természetrajzot is szeretem, de vannak egészségügyi műsorok, amiket szintén nagyon élvezek. Sorozatot is nézek, ezt a Hegyi doktort. Én már szériát nem nézek. Arról egyet néztem 20 évig. A fiatalok is nyughatatlanak, hát szomorú, de szerencsére kivették. Magamtól nem álltam le, de kivették, tovább nem is hiányzott. Innen a Bólyai Farkas Elméleti Liceumba megyünk, hogy egy másik korosztállyal beszélgessünk a televízióról. Ezek a 8. diákok már a legtöbb információt mobiltelefonról érik el. Ilyen vloggereket, meg streamereket, gameplay készítőket. Ne lepődjenek meg, ha egy szót sem értettek belőle. Mutatjuk. Ilyen tartalmakat készítenek amatőr vagy félprofesszionális tartalomgyártók. Számítógépes játékokkal játszanak, illetve erről magyaráznak, és közben magukat is lefilmezik, hogy milyen a reakciójuk. Hogy miért nem televízióznak? Erre is megtaláljuk a választ. Váltogattuk a csatornákat, és sose ment az, amit mi szerettünk volna, vagy ha ment, akkor pont akkor fejeződött be, vagy mindig jöttek a reklámok, és akkor kellett egy csomót várni, és ott nagyon sok időt eltöltöttünk úgy, hogy nem néztünk olyat, amit úgy igazán szerettünk volna. A megváltozott médiafogyasztási szokásokhoz a tartalomgyártóknak is alkalmazkodni kell. Az Erdélyi Magyar Televízió is ezt felismerve arra összpontosít, hogy főleg a fiatal generációt ezeken a felületeken keresztül szólítsa meg, és juttassa el az információit, azokat a tartalmakat, amelyeknek a gyártásával foglalkozik. Ahogy a rádiót nem szüntette meg a televízió megjelenése, úgy az internet térhódítása sem fogja a tévézést, viszont gyökeresen átalakítja.